Párhuzamot vont a 89-es határnyitás és a mostani határzár között Orbán Viktor Münchenben az 56-os megemlékezése. A miniszterelnök azt mondta, a két dolog az éremnek a két oldala, akkor Európa szabadságáért cselekedtünk, ma ezt védjük, mert Magyarország biztonsága Európa biztonságát is jelenti. A Bajor tartományi gyűlés épületébe érkezik a magyar miniszterelnök. Ide szervezte az 56-os megemlékezést a müncheni főkonzulátus. Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarországot a földrajzi elhelyezkedése minden 30 évben egyszer az aktuális európai harcok fősodrába löki. Így volt ez 56-ban, 89-ben és 2015-2016-ban is. 1989-ben nekünk kellett megnyitni a határt. És most 2015-16-ban nekünk kellett lezárni a határt, hogy megállítsuk a délről fenyegető népvándorlást. Egyszer sem kértük a feladatot. A sors, a történelem mérte ki ránk. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Magyarország mindig a szabadságharcosok földje volt, amely nem tűri az elnyomást, a megszállást vagy a diktatúrát. A kormányfő szerint az ország a jövőben is mindig az európai szabadság oldalán áll majd. Az 1989-es határnyitás és napjaink határvédelme ugyan annak az éremnek két oldala. 1989-ben Európa szabadságáért cselekedtünk, most pedig ezt a szabadságot védjük. A miniszterelnök szerint ez még akkor is így van, ha azok támadnak hátulról, akiket valójában védelmez a magyar kormány. A határok őrzése mellett érvelt Horst Seehofer, Bajor tartományi miniszterelnök is. Azt mondta, hogy a szabadság csak akkor tartható fenn, ha korlátozzák a bevándorlást, ezért meg kell védeni a külső határokat, különben az emberiesség csak egy üres szó marad.